vagyok a tulajdonosa, és ez már a ötödik kávé típusú előadás, és azt gondoltam, hogy ha már most először itt, hogy akkor megragadom ezt az apropót, hogy beszéljük is a barista versenyekről, ami azért aktuális, mert körülbelül 4 órával ezelőtt még a magyar barista bajnok pontosan ezen a helyen gyakorolta a világbajnokságra előadott Rudit, és itt pontosan látszik a őrlő meg a presszógép, ugye ez egy szabványméretű asztal itt mellettünk, meg ezek a könyökök vannak leléve a lábakon, meg a hátsó, és akkor be van rendezve egy ilyen DVC-szintű stage, és ezen itt gyakorol, csak azon, hogyha már itt vagyunk ezen a helyszínen, akkor egy kicsit elmondom, beszélnek arról, hogy hogyan versenyeznek a bariszták, hogy dől el, hogy ki a legjobb bariszta a világon. Nagyon remekül fél magyar, fél angol prezentációval készültem, aminek az oka, hogy a szabálykönyvből pészteltem ki ezeket a kulcsmondatokat, de hogy az a lényeg, hogy igazából a bírók ezeken a bariszta bajnokságokon azt a barisztát keresik, aki a szakmájának a mestere, jól kommunikál, vendéglátási képességei kiválóak, szenvedélyes a munkája iránt, ért a kávéhoz, és ezen kívül nagyon magas, jó minőségű italokat szolgál föl ezen a versenyen, valamint hát ugye egy ilyen példakép az egész specialty kávézás közösségnek. És ez volt a személyéről, és magán az italról, arra kell törekedni a barisztának, hogy egy harmonikus italt készítsen, ami édes, savas és a keserűnek a harmóniák valósulnak. Itt rögtön látjátok is, háromféle italt kell készítenie a 4 érzékszervű bírónak. Kell készíteni a 4 darab espresso, 4 darab teljes ital és 4 darab úgynevezett ilyen signature drinket, ami egy ilyen kávés, alkoholmentes kávés koktélet hasonlítani. Itt látjátok az asztal konfigurációkat, amit közül választhat. Azt hiszem, hogy a 3-as választja majd Gyoci a versenyen. Van két technikai bíró, aki nem kóstol, ő csak azt nézi, hogy minden megfelelő precízséggel tisztán tenni kell. Illetve van egy főbíró, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egyetlen versenyző 7-es darab a bíró áll körül, miközben ő versenyez, és figyeli a legapróbb minden mozdulatait. Itt láttok ilyen képeket, hogy 4 érzékszervű bírói tölték szolgálja fel valamiféle ételőgyeket. Nagybertok Anita, aki egy magyar érzékszervű bíró, aki már világbajnokságon is bíráskodott. Szóval van itt egy ilyen hazai büszkeség is, és körülbelül így zajlik a verseny, be van egy mikrofonozó, és egy ilyen hasonló espresso gépen készítik el az italokat, ezt még nagyon hasonló tömeg is lehet is látni. Egyébként ilyen Harrison tavalyi világbajnok. 3 italon végigmegyünk gyorsan, l'espresso definíciója 30 ml őrölt kávéból készül, ami a porta filternek a dupla kifolyó egyik ágán. Tehát ez egy espresso, mert egyik ágán folyik ki, ez nagyon szépen meg van fogalmazva. Lényegében 3 fontos dolgot pontoznak itt a bíró, a ízeknek az egyensúlyát, a versenyzőnek el kell mondani az ízjegyeket, hogy mangó, csokoládé, nem tudom én, és akkor ezt a bíró pont elő, mennyire precízek ezek az ízleírások, valamint van egy ilyen tactile nevű összetevő, ami nagyjából korty érzetet jelentett, ez a buddy-t szokták mondani, hogy mennyire sejmes, milyen az utóíze, mennyire erős, hát ezt kimondom nem az ízre, hanem erre az érzetre megy rá. És ezt pontosan az eszkasszorra, van egy teljes ital, nemrég változott, egyébként most már nem kapucsinónak hívják, hanem teljes italnak, mert nagyjából a versenyző választja meg a méretét, maximálisan képes például cipot 250 ml-ben. Itt egyébként van egy vizuális pont, ahol azt nézik, hogy a kis minta a tetején az mennyire van középen, mennyire kontrasztos, mennyire szimmetrikus, tehát itt egy kicsit bejön ez a mérnöki dolog, valamint hát egy ilyen fényes, sima tejkréme vizuálisan ennek kell lennie. Ez a taste balance ugyanúgy megjelenik a teljes italban is, valamint ugyanúgy a ízleírásnak a precízsége. Nyilván a teljes italnak az ízleírása általában ilyen tejcsoki, fehércsoki, karamell, nem tudom, ezek vannak, tehát egy kicsit megúszósabb ez az ital, de azért itt is fontos, hogy precízek az ízleírások. És akkor a harmadik, az pedig a signature drink, ez a én elég sok ilyet ittam már különböző versenyzőktől, ez nagyon-nagyon gyertelmes tud lenni, mert ugye mindenképp összefarcsolnak a versenyzők kínjukban, hogy itt valamit ki tudjanak találni. És ez tényleg ezeket bíráskodni, nem tudom, 6. versenyzőnél én akár nagyon-nagyon ki szoktam borulni.
amikor így azt mondja az ízegyei a presszónak, hogy nem tudom, hogy narancs, és akkor van bele narancs szirupot, tehát ez a teljesen derivatív dolgok. Nyilván szinergiára lő elsősorban az ital, amikor az a menő, amikor mondjuk belerak, nem tudom én, teját, mondjuk tej a kivonatot, és létrejön majd olyan gyümölcs íz, ami nem volt benne. Tehát hogy a két összetevő van, ami többé áll össze, egyébként itt neki le kell írni egy látszik, nem tudom, száraz éges csoda, meg a védvéken, nem tudom, miket szoktak nyomni. Jól el kell mondani, szépnek kell az italnak, kreatívnak és az összetevő szinergiának kell megvalósulni a tészben lesz, meg az accuracy of flavor descriptet, azt meg már elmondtam. Itt van egyébként a mostani végének a receptje, kókuszinfúzió, passion fruit infúzió, cukorszirú víz, ezt alacsony fokon összefőzi, akkor egy ilyen élesztő, elnyedő, élesztő baktériummal kimosott tej, amiből kiveszi a fehér, kiveszi a fehérjét, ilyen laktik baktériummal kezelt tejet önt hozzá, valamint hidegen áztatott rooibos teját, valamint 6 darab eszpresszót kell össze, és ezt szolgálja föl a és egyébként ezzel a lengyel Ágneska nyerte meg a 2018-as világbajnokságot. Egyébként ezeket a legjobb pontoznak, elfogadhatatlantól egészen az extraordinary, szóval én versenyen hát 4,5 fölött még nem adtam itt arra pontot, szóval a fölött azért elég ritkán vannak, nyilván a nulla az valami nagy hiba, és egyébként fél pontosával, tehát hogy egy, másfél, kettő, kettő fél így mennek a pontok, és egyébként körülbelül így néz ki egy score sheet, tehát itt van espresso, szerjesít a signature, van egy általános customer service, és ide írják be a nullától hatig tartó pontokat, körülbelül így néz ki egyébként egy kitöltött score sheet, amit a bíróknak körülbelül olyan nagyon-nagyon-nagyon kevés idejük van, és nagyon precízen kell kitölteni. Erre azért van 4 bíró, hogy nyilván ez egy érzékszerű dolog, tehát próbálom objektíven pontozni egy nagyon szubjektív dolgot, az ízt magát, és ezért van 4 bíró, hogy ha ők nagyon közel pontoznak, akkor azért valószínűleg nagyon hasonló, és a főbíró meg azért van, hogy nem ért egyet a 4 bíró, akkor szép csatlakozik, na, akkor kinek igaza. És akkor igazából, ha bármi kérdés van, azt szívesen fogadom, de mindenkit szeretném kérni, hogy Deák Jocinak, aki a Magyar Barista Bajnok, drukkoljon, mert utazik Bostonba, és a világbajnokságon képviseli hazánkat április 10 és 14 között, szóval jövő héten is már nagyon izgul, és tök finom kávéja van, meg egy jó prezentáció, úgyhogy reméljük, hogy jól fog szerepelni. Köszönöm szépen! Végtelen pénze van, vagy azok az országok, ahol ez nagyon nagy kultúra van, azok nyernek. Tehát, hogy itt például a két évvel ezelőtti barista bajnok, ő elmondta, hogy az elfelkészülése egy évet vett igénybe, egy évig a pult meg éve leváll be. Nyilván tegyük fel az a magyarországi kávézók kezét, hogy az egyik szenior barisztáját el, azt tudja, hogy nem baj, egy évig nem állsz pult meg, ez egy oké. Tehát ez így belefér, ez az egyik. Kiutazott az adott originre, tehát amit a Costa Ricába, a farmra, mert onnan kezdte, hogy akkor ott tudulgatta a kávé cseréket, meg ilyesmi. Egy évig készítve, és a nagyon-nagyon drága kávét választott, tehát tényleg ilyen kilója 80.000 forint körül, és azért elfancsol, nem tudom én, néhány 10 kiló kávét az egy felkészülés során, és azt mondta, hogy szumma olyan 35 millió forint volt a felkészüléssel lévére. Cserébe viszont, aki megnyeri a világbajnokságot, az kb. Onnantól kezdve neki már nagyon-nagyon nagy minden nincs, mert olyan személyes brandje lesz onnantól kezdve, hogy rányomja a pecsét, hogy kávés termék, azonnal adnak vele egy csiliárdot, szóval szponzorok, kávézó, termékek, őrlők, tehát hogy onnantól kezdve annyira megnő az értéke, hogy nyilván befektetésként megéri. Ha rájövök, hogy befizet 30 millió forintot egy év és egy év, és második lesz, na, az szíves. A kiutás a versenyre úgy történik, hogy lezárnak pontosan ezen szabályok szerint a magyar bajnokságok minden évben, a nemzeti bajnokságok minden országból, megnyeri valaki a nemzeti bajnokságokat, egyébként ezt így felügyeli a hivatalos szervezet, olyan bíró, bíráskodnak, akik erre alkalmasak, stb. Egyébként itt zajlott pontosan, a teremben zajlott a magyar bajnokság egyébként egy pár hónappal ezelőtt, és akkor a nemzeti bajnokságok győztesei utaznak ki mindig a végére. Minden országból egy
És akkor ez minden ország bajista bajnokkal mér össze a tudását ezeken a végéken. És te bíró vagy? Én érzek szerint bíró vagyok, bár a igazsághoz hozzá kell tennem, hogy mivel ugye én azért van probléma a tejtermékek fogyasztásával, és ugye itt bíróként meg kell kóstolni, ezért én ezt most így szögre akasztottam a bajista bírói nem tudom, hogy sapkámat, és most már csak a filterkár és bajnokságokon bíráskodok, mert az tiszta ott egy kárjékre megkóstolom őt. Mondjuk úgy, hogy aki ismer engem meg a helyet, azt tudja, hogy én nem nagyon leszek állatérdetű dolgokat egyáltalán, és megesett a nemzeti bajnokságon, hogy a Signature Dream-ben egyik versenyző fogtam, belecsapott egy nyers tojás, és így a tüdös, amúgy is szerintem itt maradt, de hogy így nyilván így végig, és akkor azt gondolom, hogy jó, akkor ez igazából van nekem. Dopizmusra jellemző dolgok, fény, meg korrupció, mennyire jelenik meg? Amiatt, hogy nem tudja előre a versenyző, ki lesz a bíró, de hogy még a bírók sem tudják, hogy melyik versenyzőnek lesznek. Tehát ez totál randomosztódik be a versenyek elé, a bírók össze-vissza országokból jönnek. Nagyon nem merül fel, inkább az merül fel, hogy az a nehéz, hogy ez ha megveszed a 80 000 forint per kilós gésen, akkor jó helyezést érszel, ha meg hiába vagy szuper profi, meg értesz hozzá, nem tudom, hogy nincsen meg a resource-aid ahhoz, hogy felvedd a versenyt a high-end alapanyagokkal, meg összetevőkkel, meg technológiákkal. Egyébként elképesztő, mit vonultat fel egyes versenyzőket. Volt van nekik érdemes, hogy érdekel egy kicsit, hogy a YouTube-ba beírja az ember, hogy nem tudom, hogy a World Barista Championship Presentation Final 2019, és megnézett pár negyed órás prezentációkat, nem kell nagyon gondolni. Ilyen olyan szintű kutatások vannak, hogy nem tudom, hogy milyen enzimeket rak bele az ember a Signature Drinkjébe, mert hogy az ilyen íz, olyan íz, félelmetes mennyi munka van, és nyilván ez meg az, akinek megterti, hogy együtt beletesz, az nyilván így előnyben van. Szóval inkább ez a kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci dolog jellemző, mint a produkció. Ittal, itt a három közül, vagy? Mind a három, itt a espresszó alapja. Tehát egy espresszó magában, a teljesben espresszó van, és a Signature Drink is úgy van, hogy espresszó alapja. Tehát minden azon indul, hogy te espresszót készítesz, és tehát te képzeld el, hogy espresszó alapú verseny. És akkor a Federkár ez azért is van elküldtem, mert az teljesen más, nem is kell hozzá. Presszógép, más jövő, ezért teljesen külön is van véve, és a maga ez a Cross Brewers Cup-nak hívják a Federkár versenyt. Egyébként ott is most megy ki a magyar versenyző Bostonban nem sokára, és ott az egy sokkal letisztultabb verseny, ez egy nagyon konzervatív verseny, tényleg ezt úgy kell elképzelni, hogy nézik, hogy itt lóg egy rongy, három rongy ki van készen, külön rongja a körülmények ezt, meg ezt, szépen vannak el, tehát tényleg egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon konzervatív verseny. A filterkártya készítő verseny egy sokkal ízfókuszabb, szinte alig számít más, csak az, hogy milyen ízik az italot. Emiatt egy kicsit élni hozzá közelebb áll, mert kevésbé szól a környezetről, meg arról, hogy akkor te megtanulod, de hogyha tőlelő akart, akkor megnyitod így tőlelő tüzé, és akkor ha már egyet odé, így teszed a nem tudom mit, akkor már kapod a lemonást, szóval, hogy jobban inkább az ízről szól, és ez hozzám közelebb áll. Kik a nagy országok? A nagy nyilvánvalóan nem lehet meg senki, hogy a távol-keleti országok állatira fejlődve van, mert ott van az a mennyiségű pénz, akik rá tudják dobni, nem számít az alapanyag, nem számít a költség, tehát ott vannak olyan, tehát nagyon-nagyon-nagyon fejlődnek, de egyébként így nyilván Amerika, Anglia elég erős, tehát ott vagyunk, Olaszország az nem így benne. Tehát az olasz kávé az annyira messze van attól, mint amit itt keresnek, igen. Tehát ők meg nagyon megrekedtek a saját magukától feltalált olasz kultúrában, hogy emiatt ott ez nagyon-nagyon nem alakult ki. Igen. Kóstolások között csinálsz valamit, hogy ne hasson az egyik íz a másikra? Nem tudom, milyen gyakran kell kóstolni. Hát ez kb. Úgy néz ki, hogy mondjuk két versenyszám között, ha bíró vagy, akkor szerintem mondjuk minden órában kóstolsz egyet. Kb. Így néz ki. Azért az elég. Nyilván a 6. 7. már inkább a koffein, meg azért nagyon fókuszált dolog, hogy tényleg így megkóstolsz egy italát, és akkor van egy perceit, hogy gyorsan leír mindenben, de nem emlékszel, inkább ilyen mentálisan fárasztó. Köszönöm szépen!